Ahogyan az megszokott, egy rövid megbeszéléssel kezdődött a Alsó-Nyíregyháza szezonbeli első edzése. A szakmai stábhoz csatlakozott gombkötő Norbert, akinek elsősorban az egyéni képzés lesz majd a feladata. A légiós szabály változása miatt Bráne Szavics a tavalyi évvel ellentétben külföldi kosarasnak számít, így ő tölti be az egyik légiós helyet. 2-4 év után visszatérő játékos is ott volt az első edzésen, Busz Iván először öltheti majd magára a nyíregyházi felnőtt csapatmezét, Lekli József pedig műtétje után egyelőre könnyített edzéseket végez. Fazekas Csaba a héten kezdődő U16-os Európa-bajnokságon szerepel majd a válogatottban, de rajta kívül is több fiatal készül a felnőtt csapattal. Azt szeretném, hogy egy küzdő, fiatal, harcos és gyorsan kosárlabdázó csapatot lásson a közönségünk, és természetesen olyat, akik nagyon sok mérkőzést tudnak megnyerni. Azért dolgozunk, hogy ez teljesüljön. Szeretném, hogyha olyan csapat alakulna ki, akinek a magját nyíregyházi játékosok alkotják, és ki tudnánk alakítani egy olyan központot, akikre éveken keresztül lehetne építeni a nyíregyházi kosárlabdázást. Csapatkapitány Nagy Krisztián szerint annak ellenére, hogy a következő hetek a kemény munkáról szólnak majd, már valamennyien várták a felkészülés kezdetét. Furcsa módon a pihenést is meg lehet unni, illetve már a hosszú szünetbe, ugye aki szereti a sportot, aznál vágyik a kosárlabdára. Én személy szerint vártam, már örülök, hogy elkezdtük a felkészülést, de szerintem a fiúk is így vannak vele. A bajnokság október elején rajtol majd. A Alsó-Nyíregyháza 10-12 felkészülési meccset játszik a nyitányig. Augusztus végén Nagyváradon is Kassán lépnek pályára Szavicsék, szeptemberben pedig már légiósokkal kiegészülve két szlovákiai tornán és az zalaegerszegi Göcsei kupán csiszolhatja formáját Sitko Ernő együttese. A Bújdosi csarnok felújítása miatt a hazai bajnoki meccseit a Bemiskola csarnokában játsza majd a nyíregyházi gárda. Nyíregy!